Az Electric Soul élő zenéjére sportoltak a tolnai lányok, asszonyok, akik a több mint 30 fokos hőség ellenére tucatnyian gyűltek össze. Ezzel a rendezvényel Müller Zsófia és édesapja egy közös álma valósult meg. A zene és a sport mellett jótékonykodásról is szólt az esemény. A mai alkalom az egy jótékonysági Rock and Fitness nevezetű alkalom, ahol egy jótékonyságú céllal sikerült összekapcsolni az eseményt. A Tolnai Háló közalapítvánnyal kapcsoltuk össze az eseményt. Az fontos erről tudni, hogy a Tolnán élő hátrányos helyzetű embereknek és gyerekeknek szeretnénk ezzel segíteni. Én is már több nyári munkát végeztem Tolnán, és jóban voltunk a családsegítővel, volt egy ismerősünk, és így egy szoros kapcsolat kialakult, és így fel tudtuk venni a kapcsolatot, és össze tudtuk hozni a mai rendezvényt. Tolnán élek. Az idei fél évben Pécsen sportmenedzser mesterszakon végeztem. Elég kiskorom óta szenvedélyem a sport, és a mai alkalom az úgy született meg, ez egy családi ötletnek köszönhető. Édesapámnak is, nekem is van egy nagy szenvedélye, apukámnak a zene, az enyém meg a sport. Ez a Rock és Fitness nevezetű esemény, ez az első alkalom, ez még a környéken sem volt, úgyhogy nagyon vártuk, hogy hány ember tudunk majd bevonzani, de úgy látszik elég sok ember sikerült elhívni a mai eseményre. 7 órától egy fitness edzést fogok tartani mini bendekkel, ezek ilyen ellenállásos szallagok, ezzel fogjuk végezni az eseményt a még hatékonyabb edzésért, és ezzel fogom a mai népet megmozgatni, 45 perc lesz, előre a zenekarra legyakoroltuk, és erre fog a mai koreográfia elkészülni. A zenekar neve az Electric Soul, ők egy régebbi bandával jövőre lesznek 30 évesek, úgyhogy már elég régóta egy stabil banda, néhány fővel cserélődött, de édesapukám mindig is a vezető volt, és a mai napig ő viszi a zenekart a hátán. A tolnai sportéletben én 13 éves korom óta futszáloztam, fociztam. Nem egy női sport, de nagyon a szenvedélyem volt, úgyhogy hál' Isten itt a tolnai lányokkal nőttem fel, és együtt rúgtuk a labdát, viszont én jelenleg Mosszágszádon tartok személyedzéseket, és minden napjaim azzal telnek, hogy az embereknek tudok segíteni. Vissza! Zsófi keresett meg minket ezzel az ötlettel, hogy egy rendezvény erejéig álljunk össze egy jótékonysági programmal. Így ezen a mai napon próbáljuk egy kicsit összehozni a jótékonyságot, a rockot, a fitnesst. Zsófi a rendezvénynek a bevételét az alapítványunk számára ajánlotta fel, amelyet a gyermekek szabadidős programjainak szervezésére, illetve az idősek szabadidős programjaira szeretnénk fordítani. A Tolnai Háló Közalapítványt 2005-ben jegyezte be a Tolna Megyei Bíróság. A célja a hátrányos helyzetű gyermekek, szabadidős programjainak a támogatása, idősek, munkanélküliek támogatása, szabadidős programok szervezése. Tolnavárosban rendszeresen szervezünk programokat hátrányos helyzetű gyerekeknek, időseknek. Hát rendszeresen vesznek részt gyerekek programjainkon, kirándulni megyünk Budapestre, gyermeknap alkalmából, karácsonykor a parlamentbe szoktunk kirándulni, illetve számos egyéb helyet meglátogattunk már. Lazítsd el az izmaid, és csak pihenj. Kezdjetek el élni, hogy legyen mit mesélni. Majd az unokáknak, mikor körbeállnak, az ágyad unokrának. 3 légkondicionált pályán lehet fallabdázni. Hétközben heti 4 alkalommal van csoportos edzésünk, mindegyik crossfit jellegű. Ilyen rendezvényt, mint a mai napon van, Zsófi jó voltából, még nem volt alkalmunk lebonyolítani, de nagyon örültünk a felkeresésnek, és nagyon örülünk annak, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk. A nyára még van egy újításunk, meghirdettük a gyerektáborainkat, amire nagyon-nagyon hamar beteltek a helyek az első táborra. Ez exatlon tábor jelleggel, szerintem nagyon vonzottuk a gyerekeket.
úgyhogy július 13 és 17 között az első táborunkra is sor fog kerülni, nagyon-nagyon várjuk már, és ősztől is vannak új ötleteink, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogy nagyobb rendezvényeknek adhassunk otthont ezen túl is, és minél többen megismerhessék a klubunkat, mert szerintünk nagyon-nagyon családias kis környezetet tudunk biztosítani, és aki egyszer ide eljön, ők mindig visszatérő vendégek lesznek. Az idei évben fog megrendezésre kerülni először ez a tábor, úgyhogy nagyon nagy reményeket fűzünk hozzá, és hogyha jól fog sikerülni, akkor nagyon szeretnénk jövő évtől kezdve hagyományt űzni ebből, hogy minden évben megrendezhessük a gyerekeknek ezt a tábort.